Éppen azt kérdeztem Sík Endrétől, aki a következő vendégünk, hogy miről fogunk beszélgetni, mármint hogy ez társadalompolitika, gazdaságpolitika. Ő azt mondta, hogy statisztika. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy itt van. Mindenesetre a beszélgetés dobbantója az, hogy ötször annyi volt 2023-ban a magyar népesség leggazdagabb ötödének az átlagos bruttó jövedelme, mint a legszegényebb 20%-é. A kérdés az, hogy ez az ötszörös szorzó, ez megdöbbentő, szokványos, vagy ez van, szóval hogy értékeljük ezt? Akkor a felvezetéssel kezdeném én is. Azért mondtam statisztikát, hogy biztonságosan játszuk. Kezdjük legalábbis lejátszani a mérkőzést, mert hogy a statisztikának természeténél fogva mindig van bizonyos uh, magyarázatra szoruló. Háttere. De ezt én most megspórolom a hallgatóságnak, és csak annyit mondok, hogy ezt az ötszörös értéket, és hogyha ezt idősorba rendezzük, lehetett látni a KSH közleményében, ez enyhe növekedés mutat erre azt kell mondanunk, hogy ez van. Ugye az már gazdaságpolitika vagy társadalompolitika lenne, hogyha most emögé a statisztika mögé oda képzelnénk azt, hogy akkor ebből mi következik, amire szívesen kitérhetünk, csak magával a számokból ezt így nem lehet belátni. Másfajta statisztikából lehet látni, hogy az egyenlőtlenségek úgy általában Magyarországon az Európai Unió átlaga körül vannak, megint más statisztikából meg azt lehet látni, hogyha nem csak a egyféle jutó jövedelemre koncentrálunk, hanem beleveszünk más vagyonnal, munkaerőpiaci egyenlőtlenségekkel, tudás egyenlőtlenségekkel kapcsolatos egyenlőtlenségekkel, akkor meg sokkal rosszabb a helyzet. Szóval ez egy nehezen megválaszolható. Mm, én azért mellé raknám a konkrét számokat is, mert hogy valójában a, az árakat látva még a legfelső ötödnek a bruttó keresete sem olyan, ami, ami egy ilyen nagyon kényelmes életet biztosítana. Nyilván, hogyha az, első, az alsó ötödben lévőknek odaadnánk ezt a pénzt, akkor ők ezt megvalósítanánk, na mondom a számokat. Tehát, hogy bruttó Ö, jövedelem 1 461 ezer forint a legalsó jövedelmi ötödben, ez olyan bruttó 121.000 ezer forint rajon ki havi szinten, legfelül pedig bruttó 7 millió 240 ezer forint, ami bruttó 603 ezer forint. Hát igen, igaza van természetesen, és tudjuk, hogy a... a az emberek, amikor megélik a jövedelmeik értékét, akkor az tulajdonképpen egy eléggé szubjektív dolog. Van egy olyan statisztika, és ez egy nagyon kis csinos összeállítás, amit a KSH most adott, ahol megkérdezték a különböző jövedelem ötödökbe tartozó háztartások tagjait, hogy mennyi lenne az a jövedelem, amit ők Jónak tartanának. És akkor kiderült, hogy a magasabb jövedelmek sokkal magasabb jövedelmet tartanának alkalmasnak a megfelelő életmód kivitelezésére, mint a szegények. Ből nem az következik, hogy a szegények ne tudnának elkölteni sokkal több pénzt, csak hát ismerik a helyzetüket, és nem akarnak úgy élni, ha lehet, hogy folyamatosan a sokkal nagyobb jövedelem hiánya miatt szenvedjenek, éppen eleg, uh -huh. elég hátrányuk van így is, ezért inkább úgy tesznek, mintha lemondanának róla. Ez lesz, de természetesen igaza van, hogy ettől még a gazdagok nem lesznek, a gazdagok, a magasabb jövedelműek a magasabb vágyai kielégítése során nem lesznek boldogabbak, mert hogy ők sem tudják azokat kielégíteni. Egy másik statisztikában valóban van olyan, hogyha ezt most ráadásul reál nézzük, akkor inkább még csökkenésről is van szó. Tehát ez önmagában a jövedelmeknek ez a fajta ötödölése és ezenből a növekedés intenzitásának a növekedése is nagyon további gondolkodást igényel. Csak hogy egy példát mondjuk, ugye az egy alapvető törvénye a közgazdaságtanak első órán tanítják, amikor ilyen fogyasztás-szociológiai dolgokat vagy közgazdaságtant tanítanak, az engel törvényt, hogy az árak növekedése, az élelmiszer árak növekedése, az mindig jobban sújtja az alacsonyabb jövedelműeket, mint a magasabb jövedelműeket, mert a jövedelmeik nagyobb része megy el élelmiszerre. Következésképpen az, ami ma Magyarországon van, szükségképpen rosszabb helyzetet jelent a legalsó jövedelműek számára, mint a legmagasabb jövedelműek számára. Nézzünk egy középréteget, engem nagyon érdekelne, hogy van-e Magyarországon polgárság, azt tartják polgárnak, aki, aki az államtól független, az állam való üzletelés, vagy az államtól függőség nélkül képes megélni, gyarapodni. Tehát van-e ilyen értelemben vett polgárság Magyarországon? Ha igen, akkor hány főből áll, és mi volna ön szerint az egészséges arány, vagy létszám? Nem tudja, hogy milyen veszélyes terepre tett amikor ezt tőlem kérdezte, írtam ugyanis még pár évvel ezelőtt egy kolléginával pont erről, hogy mi az a polgár. Mink azt a szociológiában elfogadott megközelítést alkalmaztuk, hogy polgár az, aki városi lakos, önálló, ebben civil, azt kell mondanunk, képes magát eltartani, képes jövőt biztosítani maga és a, a többiek számára, politikailag aktív. Tehát nem csak egyszerűen szituáján, hanem civil aktivitást is kimutat, és ebben az értelemben aktív és, és, és részt vesz a társadalom alakításában. Na most, ha amihez, és mindehez ugye mondom, sem kell pénz kell, mert pénz nélkül ez nem, nem valósítható meg. Amikor ezt számoltuk ki, akkor, de ez tényleg nevetséges, ez nem a valóság, csak ez jött ki a számokból, akkor három darab polgárt találtunk egy ezer fős mintán de nem, ez, ez, természetesen csak egyfajta számítási hiba, ha A valóságban az van, hogy Magyarországon ez a polgár jelenség, ha ilyen szigorúan definiáljuk a polgárt, azért ez egy ritka kört ír le. Ez, az Mi akkori beszélségünk szerint, hogy ez most hogy van, azt nem tudjuk, de valószínűleg javulni nem javulhatott, akkor is csak egy olyan 15-20 százalék volt. Mennyire lenne az egészséges arány? Vagy a, a nálunk boldogabb, sikeresebb országokban, hogy néz ki ez az arány? Erre a kérdésre azt hiszem az egyetlen korrekt dolog, ha azt hiszem, hogy egyfelől nem tudom, mert hogy ez nagyon sok mindentől függ. A skandináv országokban például, hogy egy jó példát mondjak, mondjuk egy, ha nem is követendő, de olyasmit, amiből sok mindent át lehetne venni, ha ilyen értelemben akarnánk fejleszteni a világunkat, akkor biztos, hogy ennél, ennek a kétszerese jó lenne. De ez egy hasraütés. Igazából erre konkrét válaszom nincsen. Én akkor pont a másik társadalmi réteg felől közelíteném meg, hogy ugye a, a kásádatokból az is kimutatható, hogy a legalsóbb jövedelemből élni kényszerülőknél azért is marad el ennyire a bevételek növekedése, mert hogy a szociális juttatások mértéke az nem változott nagyon régóta, a családi pótlék, a öregségi nyugdíj minimális értéke 14 éve nem változott. Cserébe van ugye családi adókedvezmény, ami viszont nyilván azoknak jó, akik ezt minden nagyobb arányban tudják levonni. Lenne-e értelme mindenki számára mondjuk a családi pótlékot emelni? Ez nyilván egy nagyon nagy ideológiai vita is. Abszolút, és ebből következik egy politikai döntés. De hagyd kezdjem azzal, hogy a felvetés miért nagyon izgalmas. Ugyanis amikor azt mondtuk, hogy kicsit növekszik a két szélső ötöd közötti egyenlőtlenség, akkor igazából fölvetődik az a kérdés, ezekből a számokból erre nem lehet válaszolni. Egyébként lehetne, csak még további elemzést igényelne, hogy hogyan jön létre ez a növekedés. Vajon úgy jön, hogy a gazdagabbak egyre gazdagabbak, és a szegényebbek egyre szegényebbek, vagy ez a kettő tulajdonképpen nem lehet tudni, milyen módon de egymástól független alakul. Minden Egyéb kutatás alapján azt lehet mondani, hogy nem a szegények lettek szegényebbek, ők csak nem jutottak ötről hatra, és mivel nem is, nincs is esélyük, hogy ötről hatra jussanak, hiszen az ő jövedelmekben olyan nagy arányú, a nem munkából származó jövedelem, aminek a növelésére láthatóan nincs kormányzati szándék, hogy ők mondjuk úgy szintet tartanak, és relatíve ez a szín egyre rosszabb helyzetbe hozza őket. Tehát itt sokkal inkább a magasabb jövedelmek nagyobb növekedése okozza a, az olló kinyílását. Amikor ezt felvetik, hogy az úgynevezett nemzeti tőkés osztály az egy picit mesterségesen, vagy nem is picit mesterségesen lett csúnya magyarsággal élve felpumpálva, akkor az szokott lenni az ellenért, hogy de ez a réteg nagyon-nagyon sok tízezres létszámú, vagy annál is nagyobb mennyiségű embernek ad munkát, tehát a gazdagokat, gazdagokat támogatni kell, mert ők majd húzzák fölfelé a többi réteget. Van ebben a logikában bármi e, csont, vagy szálka? Hát a logika hibátlan. Ez egy feltételezés, egyfajta ideológia alapon lévő elméletekkel is alátámasztott gondolatmenet. Ismerek olyan elemzést Dél-Amerikáról, és nem a mai időkben, hanem inkább a 70-es, 80-es években, ahol ugyanezen az alapon gondolkodtak fejleszteni a különböző dél-amerikai országok, hogy majd a, az általános gazdagodás, ami ugye a, a tetején még nagyobb gazdagodás, ez lecsorog az alsóbb szintekre. De ez nem ilyen egyszerű. Szóval egyrészt magától nem csorog le, csak ha csorgatják. Másfelől nem automatikusan és nem egyenlően csorog le, tehát vannak olyan országrészek, mondjuk termelési szférák, ahol ez megtörténik, de nagyon sok területen nem, mert egyszerűen nincs, úgy kell ezt elképzelni, hogy ilyen szegmensekre van tagolva a gazdaság, és vannak olyan szegmensei, akik ebből semmit sem látnak. Ha nincs politikai döntés, viszont az a politikai mondás, vagy szándék, viszont az a politikai irány, hogy, hogy akkor munkából, Viszont ugye ezek a rétegek ö, szocializációnál, oktatási hiányosságoknál fogva nem tudnak úgy bekapcsolódni a munkaerőpiacra, hogy az húzza ki őket, akkor ebből következik, hogy csak újra és újra termelődik ez a probléma. Megint tökéletesen, föladja nekem a labdát, hogyha olyan kutatást lenne, volt ilyen kutatás, de most ez nem olyan, ami úgynevezett longitudinális. Tehát követnénk azokat, akiket egyszer megkérdeztek, és néznénk, hogy ővelük mi történt, akkor majdnem biztos, hogy azt találnánk, hogy akár a jövedelem szegénység, akár a lakásszegénység, a munkaerőpiaci szegénység és ezekből következően a tudás megszerzésének az esélye és a munkahelyek felkeresésének az esélye, tehát a regionális egyenlőtlenségek és az utazási egyenlőtlenségek, ezek egymásra rátevődnek, és ezek nagyon erőteljesen és nagy tehetetlenségi erővel kumulálódnak egyes csoportokra, akiknek ezek után nem nagyon van esélye semmilyenféle tovább lépésre, mondjuk a második ötödben való uh -huh. átkerülésre. És bizony, ha ezek hosszú ideig fenn vannak, ráadásul azok, akik ebben élnek, azok már tulajdonképpen elfogadják, nem abban az értelemben elfogadják, hogy ennek örülnek, hanem abban az értelemben, hogy tudják azt, hogy nem számíthatnak rá, és ezt továbbadják a gyerekeknek is. Akkor alakul ki, ezt úgy szokták mondani az antropológiában, hogy a szegénység kultúra, ami nem azt jelenti, hogy ők a szegénységet valamiféle a normálistól elfogadható módon eltérő, de az ő saját kultúrának tekintik, csak egyszer látják, hogy nincs esélyük erről kitérni, ezért olyan túlélési stratégiákat, olyan viselkedés módokat alakítanak ki, ami segíti számukra ennek a helyzetnek az elviselését. Sikendel szociológusnak köszönjük szépen, hogy eljött. Szívesen.